Rév István vagyok, én vagyok az archívum igazgatója, és először magyarul fogok szólni néhány szót, majd lefordítom angolra, amit mondandó vagyok. Mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a kicsi borongós vasárnap délutánon. Először el szeretném mondani, hogy minek lesznek itt a kiállításon kívül szemtanúi. Utánam Haraszti Miklós fog, nem is Haraszti Miklós, Haraszti Miklós előtt Harriet Evans ennek a gyűjteménynek, a Westminster Egyetemen lévő gyűjteménynek a kurátora fog szólni néhány szót, és azután Haraszti Miklós segít a kiállítás megnyitásában. A megnyitó beszédek után mindenkit szeretettel várunk egy kínai büfére, ami nagyon szerény lesz az egyetemnek az aulájában. És fel szeretném hívni mindannyiuk kedves figyelmét arra, hogy a kiállításunkkal párhuzamosan, mindezt másként értékelve a kínai népköztársaság nagykövetsége egy kis fotókiállítást rendezett az egyetem aulája előtt, az egyetem nagyvonalúságát felhasználva, és ezért külön köszönetet szeretnék mondani az egyetemnek és az egyetem itt lévő rektorának. Lehetővé tette, hogy a kínai népköztársaság a kiállításunktól eltérő történetét bemutassa egy párhuzamos kiállításon, ami után a kínai népköztársaság nagykövetségének válogatásában két filmet is le fogunk vetíteni az egyetem aulájában. My name is István Rév, I'm the director of the archive. I just say a few words before I give over the floor to Harriet Evans, who is the curator of the Chinese poster collection at the University of Westminster in London. After her, Miklós Haraszti, a Hungarian writer and public figure, will say a few words, and then we would like to invite you for a very modest Chinese buffet in the atrium of the university, behind which there is a parallel exhibition organized by the Embassy of the People's Republic of China on the occasion of our exhibition. That's a parallel story different from ours. And around 6:15, we will show two films which we got from the Embassy of the People's Republic of China to show to you. Szeretnék még néhány szót szólni arról, hogy miért is van itt ez a kiállítás, mert valami magyarázattal tartozunk. Először is azt szeretném mondani, hogy amit önök itt látnak, az nem egyszerűen a hatalom reprezentációja, hanem a hatalom maga. Ahogy Pascal mondta, Cézár portréja Cézár. Ezt láthatják itt ebben a teremben. De hát erről biztos többet fognak nálam avatottabbak majd mondani. Én azt szeretném gyorsan elmondani, hogy miért került ide ez a kiállítás Budapestre, ahol Kína alig van rajta a térképen. Haraszti Miklós, aki ezt a kiállítást majd meg fogja nyitni, valamikor ifjúkorában rokon szenvezett egy mozgalommal, amely rokon szenvezett sok minden olyan elképzeléssel, amely valamiféle értelmezése volt annak, aminek képeit itt önök láthatják most a falon. Engem két évvel ezelőtt meghívtak egy konferenciára, ahol a propaganda természetéről kellett előadást tartanom, abból az alkalomból, hogy egy kulturális forradalom korabeli plakát kiállítást rendeztek, és az egyik rendező a kezembe nyomott egy könyvet, ezt a könyvet, melynek az a címe, hogy In the Red, a vörösben, és azt arra kért, hogy adjam át ezt a könyvet, bizonyos Haraszti Miklósnak a véletlenül ismerném, ugyanis ez a könyv a kínai vizuális kultúra elemzése Haraszti Miklósnak egy a 80-as évek elején írott könyve, a Cenzúra esztétikája című könyve elméleti alapvetése keretében.
És akkor ezt a könyvet megkaptam, azóta is elfelejtettem odaadni Haraszti Miklósnak, most át szeretném majd neki adni, és azt gondoltam, hogy így módon a kígyó a saját farkába harapott, és talán helye lenne ezt a kiállítást itt bemutatni Budapesten. Nos, ezért van itt ez a kiállítás, és ezért kértük meg Harriet Evans mellett Haraszti Miklós, hogy nyissa meg ezt a kiállítást. I think that you will recognize that what you will see around you is not just the representation of power, but power itself. As Pascal said, the portrait of Caesar is Caesar, so this is what you can see on the wall. The reason why we have this exhibition here is something like this. I happened to give a lecture at a conference at Bloomington on the occasion of another exhibition of Chinese posters from the time of the Cultural Revolution, and somebody asked me to give a book to Miklós Haraszti, and this is a book on the Chinese contemporary visual art analyzed in the framework of Miklós Haraszti's book, which was published in English under the title Velvet Prison. And I forgot to give over this book to Miklós Haraszti, and we saw that if we had an exhibition here, it would be the right occasion to give this book belatedly over to him, who played a modest role in a movement at the end of the 1960s that is connected to the Chinese Cultural Revolution, which our exhibition is about. Nagyon sok mindenkinek köszönetet kell, hogy mondjunk, akik a kiállítás szervezésében részt vettek. Külön ki szeretném emelni Baracs Dénest, a Magyar Távirati Iroda egykori pekingi tudósítóját, aki saját a kultúrás forradalom idején készült fényképeit bocsájtott a rendelkezésünkre, és egy filmet is, amit ő készített Kínáról, amelyet a terem hátoldalán láthatnak. I would like to thank a lot of people, and I think Harriet will list all the names who worked a lot on this exhibition, but I would like to mention especially Dénes Baracs, who was the correspondent of the Hungarian News Agency in Beijing at the time of the Cultural Revolution, and who lent us his photographs and the film he made during the time of the Cultural Revolution in China. Harriet, please. Thank you, it's fine. I first have a few words of apology. You must forgive me for not speaking Hungarian. I do speak Chinese, but I think probably in this context that English would be more useful. So I'm going to make the comments that I have to make in English. I first want to say how happy I am to be here at the opening of this exhibition. And I want to thank in particular István Rev for inviting me here. The initial idea, István has just given a few words to explain how the exhibition came into being. The initial idea, just to recuperate what he said, came about in 1999 when he and I met at a symposium and another exhibition of different, well, some similar and some different posters in Indiana University in Bloomington. The idea then for the exhibition was somewhat different from the display that you see now. And some time has passed since then. But it's only at this moment of arriving in Budapest and being here in this gallery space here that I realize how very privileged I am as curator of the collection of Chinese posters in the University of Westminster to see these posters on display in this particular space. Harriet, elnézést kér, hogy nem beszél magyarul, és ő is felidézte azt a konferenciát, amely a kezdete volt ennek a kiállításnak, amelynek eredetileg más koncepciója lett volna, eredetileg a kulturális forradalom kelet-európai recepcióját szerettük volna bemutatni, és közben megváltozott ennek a kiállításnak a koncepciója. De most látva ezeket a plakátokat Budapesten, egy egészen más közegben, mint London, vagy akár az amerikai Bloomington, lehet igazán megérteni, hogy milyen különös értéket és jelentést képviselnek ezek a plakátok, amelyeket itt láthatunk a falon.
This space is no ordinary space. It's a space, it's a gallery of the Open Society Archives, as you know. First of all, it is a space which is devoted to the display of historically and politically important materials, fascinating materials, on themes which have a particular resonance in a post-communist context. And this is a resonance which is often overlooked, even ignored in different contexts. Ez a kiállító terem, igen, sajátos galéria, ahol általában történelmi érdekességű, történelmi relevanciájú kiállításokat szoktunk rendezni, olyan problémákról, amelyek különösen fontosak lehetnek egy kommunizmus utáni korszakban, ahol ezek a plakátok is ebben a közegben egészen mást jelentenek, mint egy egészen más közegben. Secondly, this exhibition acquires a particular meaning in a space devoted to exploring aspects of past histories, which are often difficult, very sensitive, and for many people may be best left uncovered. És különösen érdekes látni ezeket a tárgyakat egy olyan kiállító teremben, amely szemeit a múltra veti, olyan múltra, amelyről sokan sokszor szeretnének nem beszélni, amelyről sokszor szeretnének elfeledkezni. The topic of this exhibition touches many raw nerves in China. Yet there is extensive interest in it among Chinese scholars, including historians and political scientists, who are working on various aspects of the political struggles of the Cultural Revolution. Many images of the Red Guard period that you see particularly in these posters of 1967 and 1968 are now being commercially resuscitated for use, for example, in advertisements or on postcards advertising nightclubs and dance venues in downtown Beijing. Cultural Revolution theme restaurants and coffee bars dot the map of Beijing and Shanghai. And many collectors and vendors of Cultural Revolution posters and artifacts engage in the trade of these kind of posters because of the spectacular figures they can make on the art market. A kulturális forradalom még mindig nagyon sok érzékenységet érint, sért Kínában, de igen sok tudós foglalkozik ezzel a kérdéssel. De nem csak tudományos érdeklődést vált ki a kulturális forradalom, hanem a kulturális forradalom valami módon reciklikálódott és újjászületett a médiában. Képeslapokon, hirdetéseken használják azokat a motivumokat, amelyeket ezek a plakátok használtak, szórakozó helyeket, táncklubokat hirdetnek hasonló megformálású hirdetésekkel. És azon kívül megjelentek ezek a plakátok a kulturális piacon is, és egyre nagyobb összegeket lehet kapni ezekért a plakátokért a kulturális tárgyak piacán. Despite all this often commercially inspired interest in the Cultural Revolution in China, public access to serious analysis of the Cultural Revolution as a crucial period of China's recent past is extremely limited. It would, for example, be almost impossible to imagine a public exhibition of this kind in China today. A piaci érdeklődés ellenére nagyon nehéz hozzáférni ezekhez a tárgyakhoz komoly formában Kínában, és elemezni őket. Egy ilyen kiállítás, mint aminek megnyitóján most önök itt részt vesznek, nagyon nehezen lenne elképzelhető Kínában manapság. This exhibition does not, of course, attempt to offer a comprehensive analysis of this brutal and difficult moment of China's revolutionary history. Yet what it does do is offer us an insight into some of the dominant visual and material ways through which the Cultural Revolution was played out. These posters were, after all, very dominant in the public and often domestic spaces of everyday life. It also serves as a reminder of the power and effectiveness of visual images to convey political messages, even to inspire political aspirations.
Természetesen ez a kiállítás nem vállalkozhat arra, hogy elemzését nyújtsa a kultúrás forradalom korszakának, csak betekintést nyújthat abba a vizuális világba, amelyet a kulturális forradalom teremtett nem csak a köz, hanem a magánszférában is, melyeknek falait ezek a plakátok borították. És ezek a plakátok talán arról is tanúskodnak, hogy milyen nagyon meghatározó ereje lehet a vizuális képek, ezeknek a képeknek a politikai üzenet eljuttatásában és a politikai akarat kinyilvánításában. I also feel very privileged to have been asked to speak alongside Miklós Haraszti, whose work has long been familiar to me through its association with the political events in Eastern Europe in the late 1980s, but also through the writings of Jeremy Barme, the author of the book that István is about to give to Miklós. Nem csak azért megtiszteltetés Haraszti Miklóssal együtt nyitni meg ezt a kiállítást, mert tudom, milyen szerepet játszott a 80-as években ebben a térségben, hanem azért is, mert munkásságát többek között ebből a bizonyos általam említett könyvből ismerem, amely a kínai kultúrát elemzi az ő elmélete segítségével. One of Jeremy's best-known articles, the first version of which was published on the event on the eve of June the 4th, 1989, invoked Haraszti's work in his description of China's velvet prison to describe the progressive censorship of China's intellectuals and artists in the 1980s. A Tiananmen-téri események előestéjén ennek a könyvnek a szerzője megjelentetett egy cikket, amelyben arról az öncenzúráról ír, amely a kínai kultúrát jellemezte a 80-as évek végén, és ez az elemzés Haraszti Miklós elméletén alapult. I haven't yet had the opportunity to speak with Miklós Haraszti about Jeremy Barme's work, but the combination of Haraszti's conceptualization and Barme's re-rendering of it in a Chinese context gives us a particular perspective on the images of this exhibition. They serve in part as a reminder of how the velvet restraints of the 1980s could appear as a welcome preference to the coercive censorship that's represented here. Barme könyve és Haraszti Miklós elmélete közösen nagyon érdekes eszközt ad ahhoz, hogy megértsük ennek a korszaknak a kultúráját, és hogy megértsük azt, hogy milyen fontos volt, milyen különbséget jelentett az a bársonyosság, amely a 80-as éveket jellemezte, azzal a brutalitással szemben, amelyet a kulturális forradalom plakátjait megmutatnak a mi számunkra. There is nothing velvet about these images here. The hard, aggressive lines, particularly of this early Red Guard period of the Cultural Revolution, are cruel reminders of the physical and psychological suffering that so many people had to endure. The exuberance of many of their images is also in striking contrast to the softer associations of velvet. They offer a further reminder of the extraordinary power that youthful passions exerted on the early years of the Cultural Revolution. Nor is there anything velvet about the domineering, autocratic, and distanced image of Mao Zedong, despite his current status as an emblem of the commercial market. Semmi bársonyos nem volt ebben a korszakban, a kulturális forradalom időszakában, különösen ahogyan ezt ezek a korai, a 60-as évek végén készült plakátok, a vörösgárdisták plakátjai mutatják, amelyek egyszerre mutatnak erős, fiatalos, odaadó lelkesedést és a hatalomnak a brutalitását, vagy az a plakátot Mao Zedongról, amely a vezért hideg, kiszámított távolságban ábrázolja, amiben semmi sincsen Mao Zedong mai ábrázolásától, amelyet a piac olyan jól igyekszik felhasználni. Finally, I know that immense work has gone into organizing and mounting this exhibition, into the writing of the captions, which are very wonderful. There's an immense amount of detail in the captions that provides particularly useful information for those who are not
acquainted with this period of Chinese history. A lot of work has gone into hanging the display. I know that Gabriella has had several headaches over how to fit in the larger of the posters. So on behalf of my colleagues in the University of Westminster, and on behalf of all of those who are committed to bringing under public scrutiny this particular episode of China's history, I wish every success to this exhibition. I would also, in closing, like to thank by name those who have organized the exhibition. You're going to have to help me out here with the pronunciation of my Hungarian. To István Rev in particular, to Gabriela Ivacs, to Erika Nanai, whom I haven't yet met, but I gather is one of the composers of the captions, to Mikhail Dobrovich, who also helped with the captions, to Erika Nanai, to, is that right, to Karoli Timari, and to Natasha Zanagina, to Miklós Tamashi as well. Thank you very much. Köszönjük szépen. Thank you, Harriet, for your last words. Szóval is tudom, először elmondanám magyarul. Kedves látogatók, amit itt látunk, ez az anyag látszólag félreérthetetlen. Talán nincs is kevésbé félreérthető művészeti anyag az egész világon. Ez itt a szocialista realizmus legtisztább terméke. Talán nem tudományos értelemben, de úgy, ahogy mi ismerjük, feltétlenül. Mi volt a szocialista realizmus? A kommunista állam saját művészete. Propaganda, utópia és terror. Az utópia terrorisztikus propagandája. A propaganda terrorja. A terror propagandája. Ezekből a képekből tanítani lehetne Hannah Arendt elméletét a totalitarizmusról. A plakátok gondosan számba veszik, hogy mely emberkategóriák létezhetnek egyáltalán a kínai valóságban, és hogy melyiknek milyen szerep jut. Kik a győztesek, vagyis a vezetők, az aktivisták, a meggyőzendő tömegek. És ki az ellenség, aki persze legyőzendő. Ők mind ott szerepelnek a képeken, amelyek ábrázolási módszere az, hogy tökéletesen azonossá válik a mozgósítás és a beszámoló. Emiatt hívták realizmusnak ezt a művészetet, nem csupán az érthető, egyszerű stílus miatt. Amit célként tűznek ki, azt úgy mondják el, mint ami már meg is valósult. Maga a valóság hirdeti az eszmék győzelmét. Nincs alternatíva, és ez már nem elméleti kérdés. Egy szóval, éppen az volt a fő célja ennek a művészetnek, hogy ne is lehessen semmifajta félreértés. Akkor tehát, hogyan lehetséges, hogy a 60-as évekre, ha csupán rövid időre is, ha csupán nagyon fiatalként, a kínai kulturális forradalmat olyan alaposan félreérthettük? Talán, akiknek soha semmi anarchista illúziójuk nem volt, és felnőtt fejjel vagy kényelmes távolságból szemlélhették az eseményeket, ők talán azonnal átláttak a spontaneitás szitáján. A vörösgárdisták 1966-ban valójában egy olyanféle hatalmi célú tisztogatásnak voltak az öntudatlan kivitelezői és később bizonyos áldozatai, amilyenek korábban Sztálin idejében többször is lezajlottak, és amelyek történetével tömeggyilkos voltával akkoriban már mindnyájan tisztában voltunk elméletben. Három magyarázatot találtam a félreértésre. A kommunizmus állapotát, a 60-as éveket és magamat. Az addig ismert propagandával ellentétben a hírek a kulturális forradalomról nem a hatóságok lépéseiről, hanem az alattvalók lázadásáról számoltak be, méghozzá a fiatalokéről. A kulturális forradalom tálalásában hiányzott
A jól ismert elem az előre elrendezett, késztényként bejelentett győzelem. Ma is olyannyira ismerős ez politikusoktól. Mao elnök Jiang Qing tüntetését, kétségbeesett felhívását a fiatalokhoz a tiszta, magányos tudós, már-már individualista lépéseként szennyezték. Újszerű volt tehát a vezető magatartása a kommunizmus gyakorlatához képest, újszerűek voltak az aktivisták. De újszerűek voltak a kiválasztott ellenfelek is. Azok ugyanis az új osztály, a kommunista nomenklatúra tagjai voltak. Velük kapcsolatban a fő állítás az volt, hogy hatalmaskodnak és hazudnak. Mindez a mi valóságunkat írta le, nagyon is pontosan, és a jelszavak is a szívünkből beszéltek, így szóltak a jelszavak. Tüzet a vezérkarokra. Lázadni jogos. Töröld el a tekintét. Európában addigra már restaurációs hatalommá vált a szovjet uralom. Itt a maoizmus a szovjet ellenes és antibürokratikus érzelmeket fette le csodák csodájára, ugyanúgy, ahogy a trockizmus nyugaton vagy Lengyelországban. A fiatalok utálták a szép eszmék és a valóság közötti szakadékot, és azt hitték, hogy erről szól a kulturális forradalom is. De komoly hiba volna politikai mozgalomnak látni azt, ami nálunk történt. Volt ugyan néhány diák, akik valódi kínai diplomatákkal is találkozott. Ők voltak a porper vádlottjai, valójában áldozatai 1968-ban. Belőlük a hatóságok összeesküvőt stilizáltak, és börtönbe zárták őket egy könyvtár könyvei között hagyott röplapjaik miatt. Talán súlyosbító körülmény volt, hogy ez a parlamenti könyvtár. Ám a hozzám hasonló kultúrmaoisták, az a több száz fiatal, akik között a magam 20-21 évével öregnek számítottam, akiket a keleti diáklázadás hírei ideig óráig lelkesítettek, valójában mi a nyugatról tájékozottunk. A maoizmus nem keleti, hanem nyugati csempészáru volt. Lehetett ugyan a maoizmus a mi szociológiánk, de csak a strukturális elméletekkel megfertőzött nyugati szociológiát tanuló diákok számára. Marx, Mao és Marcuse kaliforniai divat volt. Rockzene mellett terjedő. A 60-as évek fiatalságának angol száz volt a zenéje, kínai a zekéje, és német zsidó a filozófiája. Azt az évtizedet nagyon konzervatív, nagyon képmutató korszak előzte meg keleten és nyugaton. Kettős imperializmus uralta a világot, ahogy ez a vietnámi háborúban is megmutatkozott. A nyugati burzsoá és a keleti funkci ellen együtt szolgált a hosszú haj, a keleti filozófia, a kicsit gerilla, kicsit blue jeans, Mao zeke és a gitár minden mennyiségben. Kozmopolita világfesztivál volt ez az évtized, és a maoizmus importjával csak áthidaltuk a nehézséget, hogy amúgy sem hagyhattuk el az országot. Nyugat és kelet hirtelen összeért. Berkeley, Párizs, Berlin, Varsó, Prág, ugyanaz a csata harsogott a jelszó ennél valamivel ütemesebben az említett városokban. A közös nevező a szabadság volt. A maoizmus nyugati és hazai félreértői nem utasításra cselekedtek, hanem maguk döntöttek, szabad emberek lesznek. Magyarországon is pórul jártak, de Kínában még gyorsabban jártak volna pórul. Azt hiszem, elegendő indokot hoztam fel a fatális tévedés magyarázatául, de az igazság az, hogy ma már csak az eszemmel ismerem fel ezeket a magyarázatokat. Valójában, ha ránézek ezekre a plakátokra, kínosnak látom mindkét esztétikai konnotációjukat. A műgyűjtő bennem látja azt, amit Harriet látott, a lezárt művészettörténeti korszak óriási esztétikai és műgyűjtői előnyeit. De ha rájuk nézek, akkor zavar
a tekintélyellenes, jól elkű félreértés is, és a ravasz totalitárius hazugság is, ami bennük van. Az egyik szál, értelmezési szál a szabadság szereteté, a 68-as párizsi diákplakátokig, és a szamizdat szitanyomással készített lengyel és magyar példányaiig vezetett, de elfog az abszurd érzés, hogy az idővel lehetetlen elszámolni, az a bizonyos hamleti, ez mind én voltam egykor, kérdés. Lehet, hogy mindezen csak nevetni kell, ahogy Andy Warhol tette, aki sokat tanult a kínai plakátoktól. De azért érdemes vigyázni, ha van olyan, aki mindenáron a tanulságokat keresi, az államra. Szereti a végletekig leegyszerűsített propagandát, ha úgy tetszik a PR-t. Volna saját művészete, ha hagynák, hogy legyen, ahelyett, hogy kinevetnék. We asked Miklós to give a Hungarian copy of this autobiographical sketch in order to translate it before the opening and to distribute it among the non-Hungarian guests of this gathering. But because of the autobiographical nature of this, Miklós was working on it until this late afternoon. And I would suggest for those of you who are interested in the content of this long Hungarian self-flagellation, Miklós will remain here for a few minutes, and those of you who were not fortunate enough to follow his Hungarian, please come here and Miklós will summarize his words for you. Thank you. I see the point, so it was too long, I didn't know. No, and for the rest of us, the buffet is over in the aula. Thank you very much. És a büfé mögött van a kínai párhuzamos kiállítás, és abból nyílik az auditorium, ahol a filmeket, a kínai népköztársaság filmjeit fogjuk vetíteni. Gyere!